Az előző évhez hasonlóan, amikor két országos döntőt is rendezett, 2018 is eseményekben gazdag esztendő volt a Megyei Diásport és Szabadidő Egyesület életében. A megyei döntők és országos elődöntők rendezése mellett a legnépesebb országos döntőnek a negyedik korcsoportos összevont labdajátékok végjátékának volt házigazdája Nyíregyháza és Kisvárda. A fiatalok négy sportágban mérték összetudásukat. 2018 is egy, én úgy gondolom, hogy nagyon eredményes és egy nagyon emlékezetes év volt, illetve lesz majd az utókor számára, hogyha a diáksportról megemlékezünk. 2018-ban is voltak nagyon komoly vállalásaink, ebből természetesen az első között kiemelendő az, hogy rendeztünk, illetve elnyertük a rendezési jogát az összevont labdajátékok döntőjének, amely a legnagyobb diákolimpiai országos döntő, ráadásul ez pontosan az a korosztály volt, ahol még a kézilabda, kosárlabda és röplabda sportágak még a labdarúgással is kiegészültek, ami azt jelentette, hogy több mint 1000 gyereknek a sportolási lehetőségét kellett biztosítanunk itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, illetve a versenyzési lehetőségét, és én úgy gondolom, hogy az a két település, amely ebben részt vállalt, Nyíregyháza és Kisvárda, magasan teljesített, és azt hiszem, hogy büszkék lehetünk azokra a szervezési feladatokra, amelyeket elvégeztünk, és hát reméljük, hogy mindenki nagyon jó szájízzel hagyta el a megyét, és úgy emlékeznek vissza majd erre a hétvégére, hogy nem csak a sportélmény marad meg bennük, hanem azt hiszem, hogy bízom benne, hogy a megyéről is sikerül majd nekik nagyon emlékezetes emlékeket hazavinni magukkal. Ami az eredményességet illeti, a megye diáksportolói hozták az évek óta megszokott teljesítményt, közel 50 érmet szereztek az országos döntőkben. Ez azt hiszem, hogy nagyban köszönhető annak a szakmai munkának, amely itt a megyében folyik. Tehát rengeteg olyan testnevelő van, akik hosszú-hosszú évek, sőt nyugodtan mondhatjuk, hogy évtizedek óta egy olyan szakmai színvonalat képviselnek a különböző sportágakban, legyen az akár úszás, labdarúgás, röplabda, vagy beszélhetnénk akár az atlétikáról is, amelyek mind-mind lényegében garantálják azt, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei diáksportolók, ők érmeket fognak hazahozni majd a különböző versenyekről, és valóban mindig így a 40-50 között vagyunk. Nagyon bízunk benne, hogy ezt a 18 aranyérmet, amit idén szereztünk, és ezt a 46 érmet, amelyet sikerült 2018-ban begyűjtenünk, tudjuk növelni majd a következő évben, és reméljük, hogy ezt a bűvös 50-es számot is át tudjuk majd lépni a megszerzett érmek sorában, de természetesen nem ez a legfontosabb, de azért mindenképpen egy visszajelzés a szakmai munkát tekintve. A megye diáksportolói nem csak az ország határon belül, hanem a nemzetközi porondon is leteszik névjegyüket. Ez egy nagyon komoly elismerés, és egy nagyon komoly kihívás is, hogy azzal érdemelték ki azt, hogy a világjátékokon megmutathassák magukat, mert országos döntőt nyertek. Két röplabda csapatról beszélünk, az előző évben ugye a vasvárisok nyertek országos döntőt, most pedig a móricosok, mind a két csapatra nagyon büszkék vagyunk, de ez egy nagyon nagy kihívás is nekik, és azért egy nagyon komoly szakmai munka is, illetve feladat, hiszen a diákolimpiai győzelmet azt 2017-ben és 2018-ban szerezték, de ugye a világjátékon való megmérettetés az egy évvel később van, tehát ez ebből adódik az, hogy egy megváltozott csapattal kell képviselni Magyarországot, és azért azt hiszem, ez szakmai szempontból egyáltalán nem egyszerű, de nagyon büszkék vagyunk arra, hogy tavaly a vasvárisok, én úgy gondolom, hogy nagyon szép eredményt értek el, és biztos vagyok benne, hogy a móricosok idén ezt meg fogják ismételni. Az Egyesület idén is megtartotta a hagyományos évzáró gáláját, amelyen a legeredményesebb sportolók, csapatok és testnevelő tanárok vertek át elismeréseket a Megyeháza dísztermében.